Eddig 5 versenyen állt rajthoz a fedett pályás szezonban Bakosi Péter, aki két alkalommal 220 cm-ig, kétszer 213 cm-ig, egyszer pedig 210-ig jutott. A hétvégén Budapesten, a Szimacsarnokban rendezik meg a felnőtt fedett pályás országos bajnokságot, amelyen címvédőként áll rajthoz a nyíregyházi atléta. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján aligha lesz ellenfele az NSC magasugrójának, bár elmondása szerint nem a legjobb előjelekkel készül a megmérettetésre a szám első számú hazai férfi verseny. Most jelenlegi formám nem az igazi, mivel volt egy kis betegség, amiatt ő eléggé visszavett az utolsó két versenyembe, és nem sikerült ő rendbe rakni. Remélem, hogy már a bajnokságon azért már sikerül visszaadni azt a formát, amit előtte sikerült nyújtani, vagy akár jobbat. Mivel az a cél, hogy legalább a következő versenyeken sikerül megcsinálni legalább az EB szintet a fedett pályán. Az edző édesapa Bakosi Béla szerint a fedett pályás időszak felkészülése a szabadtéri szezonra ettől függetlenül nem bánná, ha tanítványa megtalálná korábbi formáját. Remélem, hogy most a bajnokságon jól fog ugrani Peti, és ha minden igaz, utána még lesz egy külföldi versenye, ez csak abban az esetben fogja vállalni, hogyha a bajnokságon jól ugrik. Igazából utána rögtön elkezdenénk a felkészülést a nyári szezonra. A fő cél az Atlétika Európa Bajnokság, végig is úgy döntöttünk. Ez a fő verseny, erre fog mindenképpen rákészülni. Emellett természetesen, ha sikerül esetleg egy olimpiai szintet megugrani, akkor természetesen az olimpián is részt venne, bár az mostani állapottól elég messzinek tűnik. Igazából a szövetség mindent megtesz azért, hogy kimozdulunk erről a 220 cm-es eredményről. Lesz Bonyhádon egy összetartás március vége fele, a 20-a körül, és utána pedig a Kanári-szigetekre mennénk ki április elején 2 hétre a magyar válogatottal. A tervek szerint májusban németországi edzőtáborba utazik majd Bakosi Péter, aki a tréningek mellett versenyeken is rajthoz áll majd. Aztán kezdődik a hazai versenyidőszak, amely alatt teljesítheti az amszterdami Európa-bajnokság 226 cm-es, vagy akár a Riói Olimpia 229 cm-es kiküldetési szintjét.